Zene, díjak, vendégváró asztalok a sportcsarnokban Mecsek Nádasdon. Itt tartották a magyarországi németek országos borversenyének eredményhirdetését, amit vacsorából és bálon kötöttek össze április 9-én. Az egész országból érkeztek a minták, tehát Badacsonytól Villányig, Zalaegerszegtől egészen a Tokajig, tehát nagyon sok minta érkezett, szám szerint 656 minta. Ez természetesen fehér, vörös, rozé és a Schiller mintákat is beleértve. Kettő napon keresztül bíráltuk ezeket, 9 zsűri mind a két nap, egyenként 5 fővel. A legjobb borokat az országos önkormányzat is jutalmazta. A kitüntetett első helyezett a magyarországi németek országos önkormányzata, vagy a magyarországi németek vörös és fehér és rozé borát fogja kapni, úgyhogy ez a fődíj tulajdonképpen, részben ezért vagyok itt. Nem először, mert elődő elnökömet már egyszer képviseltem ezen a rendezvényen, de nagyon szívesen jöttem, azért ez egy, a bor és a borkultúra az a magyarországi németek életének szerves része, úgyhogy egy ilyen ünnepség is ehhez hozzátartozik. A köszöntők után az elismerő oklevelek átadására került sor, illetve a külön díjakat is kiosztották a legjobbak között. A versenyre küldött 656 minta, 43%-a fehér, illetve 43%-a vörös bor volt. Rozé 12%, még Schillerből 2%-a érkezett a nedüknek.